Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, tartsatok velem, hogy újra locsolhassam az SC-met, mert ha minden igaz, akkor veszek még valamit, és igazából az már megvan, hogy mi, csak az a nagy harci helyzet, hogy nem emlékszem rá, hogy amennyiben én be vagyok jelentkezve a játékba, akkor úgy engede vásárolni a Horses abból, de majd most mindjárt kiderítem, itt és most. És hát nagyon remélem, hogy nem fogom megbánni ezt a vásárlást, mert hogy ez itt és most bizony meg fog történni, méghozzá pedig most, és kíváncsi vagyok, hogy történik-e valami. És itt nekem azt írta, hogy sikeres volt a vásárlás, és azt hittem, hogy kapok valami akármit, azon kívül, hogy Zoe Sweetgarden kijelentkezett. Hát én ebből arra következtetek, hogy nem győztünk. De ha itt állítok egy szintet, akkor sem győztünk. Vagy csak itt nem látom. Járjuk öbb az istállót, hát ha történt valami. De én ebből úgy látom, hogy nem. De az SC az le lett bomba, úgyhogy most légy okos domonkos. Kimegyek meg vissza, aztán meglátjuk. És kíváncsi vagyok egyébként, hogy hány ember szívébe lopta be magát ez a ló. Ugyanis én nagyon-nagyon hamar standerre raktam az arab telivéreimet, amin amúgy meg is lepődtem. Mert hogy amúgy én nagyon szeretem ezt a lófajtát, csak éppenséggel eddig nem. Nem volt annyira Rivalda fényben így, hogy ennyi új ló van. És ott a feje bubiát már látom kirajzolódni. Ott bizony, ott van, és nagyon ott van. Hát szia! Igen, megvettem őt, aki a kolor nevet viseli, azért, mert ilyen trikolor. Sajnos nem tudtam ezt a nevet kirakni rá, hogy trikolor, mert hogy nincsen sajnos. Úgyhogy most igazából maradtam ennél. Gyorsan megetetem. Ja, de hülye vagyok. Hát a Horses abból vásároltam meg ezt a lovat, így ez azt jelenti, hogy már eleve 10-es szinttől kell csak kiedzenem. Magyarán 5 darab szintet kell fölpakolnom rá. És hát igazából az jutott eszembe, mert most így ötletet kaptam az ügyben, hogy ugye egy csomó cuccot nem vettem át még a gyors üzletből, szóval arra gondoltam, hogy ott van egy szett, ez az admirális szett, ami nekem amúgy nagyon tetszik, és arra gondoltam, hogy akkor én azt így rá aggatnám, úgyhogy azért nem is fordítottam most különösebb időt arra, hogy felszereljem ezt a lovat mindenféle jóval, mert ki fogom szedni a Lifetime üzletből azt a szettet, ami a leginkább tetszik. Bár lehet, hogy neki egyébként majd valami rózsaszín szettet szeretnék, csak azt még előbb meg kell vennem, mert ezen a karakteren nincsen rózsaszín szett. És nem is emlékszem, azt hiszem, hogy a globál üzletbe se találni olyat, ami max pontos és rózsaszín. Egyébként ez a ló ismerős lehet nektek, ugyanis ez a Beatrice-nak a lova, aki a Bobcat vadmacska csapat tagja. Egyébként valami ilyesmi. Jól néz neki, csak ez még nem teljes szett sajnos. Sajnálatos módon. De akár addig ezt is használhatnám. De minek? Nem is tudom, hogy melyik. Nem is tudom, hogy melyik állna neki jobban. Tudjátok mit? Legyen lila. És lehet, hogy nem lesz helyem. Hogy lesz? Hát éppen, hogy? Semmi gond? Ah, még macskám is van. Na. Akkor. Most, hogy ezen túl vagyunk. Föl vagyok szerelkezve. Ő itt. Kolor. És egyébként, hogyha minden igaz, akkor itt van Beatriz is. És őt elég sűrű láthatjátok, mert társányfarmon szokott lenni. Áhá! Itt vagy, meg vagy. Na igen, szóval rá valami rózsaszín szettet gondoltam, csak azok, hogy ezen a karakteren nem nagyon van rózsaszín. Meg úgy nagyon a másikon sem, nem vagyok egy ilyen rózsaszínes típus.
De előbb vagy utóbb. Hogyha van olyan összeállításotok, amilyen rózsaszín és fehér kombó, akkor írjátok meg nekem, érdekelne, ami jól néz ki. Jó? Írjátok meg a nevét, meg hogy hol lehet megvenni, és akkor utána nézek, aztán meglátom, hogy érdemese megvásárolnom, vagy nem. Jó? Hálás köszönetem. Húha! Hát kíváncsi vagyok. Egyébként most így megmutatom, hogy jelenleg hol tartok. És hát szégyen szemre, hogy már megint az SC-met költöm, de egyszerűen nem bírom. Olyan régóta szemezek már ezzel a lóval, hogy egyszerűen nem tudtam megállni, hogy ne vásároljam meg, mert nagyon régóta. Főleg úgy, hogy egyébként nem is tudtam, hogy lehet kapni ilyen lovat a játékban. Ezt úgy mondták nekem, szerintem még édeskerték, hogy amúgy a Horses Abban meg lehet venni ezt a szerencsétlen lovat, mert én ott sóvárogtam utána, hogy én szeretnék egy ilyen pacit, és milyen kár, hogy nem hozzák be a játékba. Aztán kiderült, hogy már rég behozták, csak én nem értesültem a dologról. Egyébként jelen pillanatban így állnak a lovaim, ami szerintem nem olyan rossz ahhoz képest, hogy milyen ütemben haladok, mert hogy azért elég jól működtem. Tehát azért most már csak 2 darab 1-es szintű lovam van. Úgyhogy a többivel is szerintem egész jól haladok, úgyhogy szépen el leszek velük az elkövetkezendő időszakban. Aztán hát meglátjuk, mert ki tudja, hogy addig még hány fajta lovat hoznak be. A lényeg, hogy győzni jöttem, de a kettes is jó lesz, és próbálok haladni az edzéssel. Nektek tetszik ez a ló egyébként? Írjátok meg. Mára ennyi, érkezem majd a későbbiekben valamikor edzős videó van, aztán majd meglátjuk, hogy miképpen fogok haladni vele, meg hát a többivel is. Drukkoljatok nekem, hogy minél gyorsabban kiedzem ezeket a gyönyörűségeket, és hát szokásos. Legközelebb találkozunk, remélem, hogy tetszett a videó, vásároljatok ti is lovat, írjátok meg, hogy melyiket, és vitassuk meg együtt, aztán találkozunk a következő lóvásárlós videóban. Köszönöm, hogy velem tartottatok, legközelebb találkozunk. Sziasztok!